térség egyik legnagyobb sikereket elért sporttánc egyesülete a Valldance. A tavalyi esztendőben az eddigi eredményeket is sikerült felülmúlni. A szentendrei gyökerű tánc egyesület a nyarat rögtön egy világbajnoki győzelemmel indította Horvátországban. Júliusban folytatódott a sikerszéria. Az Európa bajnokságon a Horváth Viktória által vezetett Girls and Guns akrobatikus rock and roll csapat első helyezést ért el, a Valldance Crew pedig Dance Shop Pop kategóriában harmadik helyezett lett. Hát ide estőben most már 13. évünket zárjuk, és minden tanév végén, illetve karácsonykor szoktunk rendezni egy-egy gálát, ez most ugye a tanévvégi évzáró gálánk, és ha minden igaz, akkor belecsapunk mi is a nyárba, a nyári táborokba és nyári workshopokba, melyek majd várják nyáron a növendékeinket. A bevezetőben, ahogy említettem, a legeredményesebb talán a versenyek és fellépések tekintetében a mögöttünk álló év, darabszámban mindenképp, illetve rengeteg serleget gyűjtöttek a Valldance-es csapatok, dobogós helyezésekkel gyarapodtunk, több országos versenyen is részt vettünk, és egyébként pont holnap, vasárnap még egy verseny, egy világbajnoki kvalifikáció áll előttünk a világbajnoki ezüstérmes formációval. Igazából mindenkire, aki eljut a tanév végéig, aki belevág szeptemberben, és olyan kitartás van benne, hogy hónapról hónapra, óráról órára ott van az edzéseken, és végül pedig júniusban itt bemutatja a tanévzáró gálán, hogy mit tanult, akár egy év alatt, akár hogyha már 5-10 év is áll egy-egy táncosunk mögött. Az egyéni és csapatsikereket azóta is halmozták a lányok, de a decemberi véghajrában végre elérkezett a jól megérdemelt pihenés ideje. Már közel 2 évtizedes a hagyomány, hogy karácsony előtt egy ünnepi gálával készülnek a Valldance tagjai, ahol a legkisebbektől a legnagyobbakig, kezdőktől a profikig mindenki számot adhat arról, hogy mennyit fejlődött az elmúlt időszakban. Az eseményt tavaly az MH Altiszti Akadémia dísztermében tartották. Igazából 2010-ben volt az első nagyszabású karácsonyunk, amikor már kinőttük a Pest megyei színháztermet. Tehát több mint 6 éve ez biztosan állíthatom, és ez a 15. karácsony a Valldance életében. És hát júniusban egy hatalmas születésnapi gálával készülünk. Már egy picit egyébként ezen gondolkozunk, de most még azért előttünk van az idei 2016-os karácsony. Ezt talán júniusban is mondtam, és most ugyanezt érzem, hogy az a teljesen új vadonatúj versenykoreográfiák az eddigi legjobbak. Több nagy formációnk is született ebben a 3 hónapban, hiszen ugye szeptember közepén kezdtük a tanévet, és azt is mondhatom, hogy ez most a formációk éve a Valldance-nél, hiszen 20-25 fős nagy formációk is lesznek majd a színpadon, illetve minden csoportunk, minden versenyzőnk új versenykoreográfiával lép a közönség elé. Karácsonyi zenékre folytak a próbák is, és itt is tulajdonképpen 90%-ban karácsonyi zenére fognak táncolni a táncosaink. Idén 2 felvonásban rendezzük meg a karácsonyt. Az első felvonásban tulajdonképpen az akrobatikus rokisaink, néhány fashion dance-es csapat, Horváth Viki és Sipos Fanni tanítványai, a második felvonásban pedig a fashion dance, a hip-hop és a break lesz ott túlnyomó részben, ott Knapcsek, Kitty, Bogdán, Edina és Nagy Roland készítették a koreográfiákat. Az ünnepi gála nyitásaként a Sporttánc Egyesület vezetője Széppolt Gabriella mondott beszédet, egyben megköszönte a gyerekek, a szülők és edző kollégái szorgalmas és lelkiismeretes munkáját. A Valldance alapító elnökeként szinte hihetetlen belegondolni, hogy ez már a 15. karácsony az egyesület életében. Az első években természetesen még sem színházteremben, sem sportcsarnokban nem gondolkodtam, hiszen nem túl sok csoport lévén a szülők a karácsony előtti utolsó edzéseken nézték meg az első 3 hónap munkáját. A létszám növekedésével a termek kicsinek bizonyultak, és néhány évig a Pest megyei könyvtár színházterme lett a Valldance gálák otthona. 2010-et írtunk, amikor szükséges volt a váltás, és abban az évben pont a karácsonyi gála volt az első sportcsarnokos rendezvényünk, ami azóta is felejthetetlen élmény marad. Ez már 6 éve volt, és mielőtt az eddigi legnagyobb szabású rendezvénnyel megünnepelnénk a Valldance alapításának 15. évfordulóját, ami júniusban lesz, úgy döntöttünk, hogy picit visszavonulunk, és bár 2 felvonásban, de családiasabb keretek között mutatjuk meg a tanévkezdés óta folyó kemény munka eredményét, az új versenykoreográfiákat és a kezdőcsoportok első szárny próbálgatásait. Az alapos és lelkiismeretes szakmai munka jelenleg is, és reményeink szerint a jövőben is folytatódni fog, és igyekszünk tanítványainknak és a kedves szülőknek újabb nagyszerű élményeket szerezni a versenyeken, fellépéseken és egyéb
egyesületi programok alkalmával. Akár éppen ma a 2016-os Veldenz karácsonnyal, melyhez nagyon jó szórakozást kívánok minden kedves vendégünknek. A nyitó produkciót a Budakalászi Táncok Világa csoport adta elő a közönségnek, ahol három csapat készített el közös koreográfiát. Fodros szoknyák rendületlenül perdülnek az új évben is, hogy legalább olyan sikereket érjenek el a veldenszesek, mint tavaly. A tánc mellett pedig a jótékonykodás továbbra is fontos szerepet tölt be a csapat életében. 2016-ot értékelem, akkor tényleg a Veldenz legeredményesebb évén vagyunk túl, hiszen amit a díjas produkcióval indult már a január vége, aztán több országos bajnoki helyezést követett világbajnoki első hely, hiszen a Veldenz Crew nagy formáció dance show kategóriában világbajnok lett, az SDU World Dance Masters világversenyen májusban, és június végén pedig a Magyar Látványtánc Szövetség rendezett egy Európa bajnokságot, és ott több dobogós helyezés mellett a Girls and Guns akrobatikus rockis csapatunk horvát Viki vezényletével Európa-bajnoki címet szerzett. Úgyhogy azt gondolom, hogy ennél szebb eredményeket és csillogóbbakat eddig nem tudtunk felmutatni, most viszont igen, úgyhogy nagyon-nagyon büszkék vagyunk ezekre. És a sikerek mellett jól tudjuk azt is, hogy a jótékonyságban is neked személy szerint nagy szereped van. Hogy áll a Mikulás gyár projekt most Szentendrén? A Mikulás gyár projekt egy picit szerényebben teljesített, mint tavaly, de veldenszes segítséggel most még így az osztás napján tartós élelmiszert vittünk, és segítettünk abban, hogy minél több rászoruló családnak tudjunk segíteni így karácsony előtt, de köszönjük szépen a felajánlásokat mindenkinek. Decemberben mi ezzel zárunk, egy picit pihenünk, és aztán természetesen januárban újult erővel vágunk neki az új versenyszezonnak. Nyakunkon a hazai magyar bajnokságok, országos versenyek, és ismét készülünk a nemzetközi szintéren is megmutatni, hogy most jelenleg mit tudnak a veldenszes csapatok.